A település apraja nagyja ott volt szombaton az iskola udvarán Hosszúhetényben. A szervezők szerint az volt a program célja, hogy legyen egy olyan nap, mely mindenki arcára mosolyt csal. 4 évvel ezelőtt a Sipos Judit barátnőmmel találtuk ki Magyar Egregyen, és akkor ez így kinőtte magát. 2-szer volt most már Hosszúhetényben, 1-szer Magyar Egregyen. Szombaton pedig Hosszúhetény volt a házigazdája a Mosolyra felnapnak. A szervezők minden korosztályra gondoltak. Itt kisebb gyerekeknek készültünk kövekből készült játékokkal, ugyanaz, mint a normál játékos, csak kövekből dominó, egy mátrix, egy útkereső lesz, és memória játékra várjuk őket. Úgy hívjuk, hogy magmandala készítés, és abból fog állni, hogy a különböző magokat hoztunk, és abból kell ezt a mandala képet kirakni, mégpedig úgy, hogy minél színesebb legyen, és minél díszesebb. Minden rész egy színnel lesz kitöltve, és figyelni kell arra, hogy ez pontos legyen, részletes legyen, alapos és kitartó munka kell hozzá, viszont a végén az egészet össze fogjuk önteni. Úgyhogy ez lesz a lényege, hogy majd utána el kell engedni ezt az egészet, amit ide órákon keresztül megdolgoztunk. A legnagyobb tömegeket megmozgató programok a versenyek voltak, melyekre szép számmal neveztek is az érdeklődők. Az egyik ezek közül a vakon teregetés volt. Nyilván szoktam ott teregetni, 2 lányommal élek egyedül, úgyhogy ez nekünk nem egy nagy dolog. Azért neveztem, mert ugye kell egy kis kikapcsolás nekünk is és a lányoknak is, és ismerem a szervezőket, úgyhogy ezért célba jöttünk, hogy jól érezzük magunkat. A nagy sikerre való tekintettel a szervezők jövőre is tervezik a program újbóli megtartását.